Mit hoz az augusztus a földjegyűeknek? A földjegyű az három jegyből áll, a bika, a szűz és a bakjegy. És ha a napod, az aszcendensed vagy a holdad esetleg ebben a jegyben van, akkor mindenképpen érdemes végighallgatnod, hiszen akkor ez neked is szól. Na, az első, amit fogok húzni, hogy augusztusban mi a fő feladatod, utána megnézzük, mit hoz általában az augusztus, és megnézzük, hogy a párkapcsolatban mit hoz. Ehhez a romantik tarót fogom használni, illetve az arany tarót. Kezdjük a bika jeggyel, megnézzük, hogy nektek mi a feladat augusztusra. A feladat a mágus. Hát ez egy nagyon új élet kezdete lesz a számotokra, mert hogy a mágus az arról szól, hogy valami új dolgot kell elkezdened. Itt bármire gondolhatsz, amire már szerettél volna régóta neki indulni. Lehet ez egy régi terv is, de az is lehet, hogy új ötletek fognak jönni, hiszen a mágusnál nagyon inspiráltak vagyunk, és rengeteg ötleted lehet. Úgyhogy érdemes ezeket egyébként följegyezni, hiszen a mágus azért nem egy ilyen nagyon hirtelen elindulás. Itt nagyon fontos, hogy tervezz. Jó, tehát ne hirtelen indulj el, hiszen ugye itt az alapokat meg kell építeni. Úgyhogy figyelj az ötleteidre, írd ezeket össze és válasz közülük, és mindenképpen készíts tervet hozzá. Na nézzük általában, mit hoz neked az augusztus. Ez a kehely 8, ami egy lezárásról szól. Hát itt ugye ez lehet egy kapcsolatzárása is, de nagyon sokszor, és itt a mágus mellett inkább azt mondanám, hogy azt jelenti, hogy a múltadat kell elengedned. Ez nem egy gyors feladat, hiszen ugye először érzelmileg kell hátat fordítani, egy kicsit elkülönülni, és hát benne van egy ilyen gyászfeldolgozás, hogy valaminek vége van, az ember így belül érzi, hogy már valami nem úgy működik, mint régen, és bizony nehéz időszak. Tehát itt inkább a múlt az, amivel még foglalkozni fogsz, de azt is csak olyan mértékben, hogy lezárod, elengeded a múltat, tehát most nem nagyon érdemes elindulni. Tényleg igaz, hogy a mágusnál inkább csak a tervezés lesz a fontos a számodra. Nézzük, mi várható a szerelemben, az életedben. Bot 8-as lapja, ahol láthatod, hogy a férfi az már ugye kielégülve fekszik az ágyon, és a nő az pedig ott áll az ablaknál. Mindenképpen azt jelenti, hogy elégedettség várható, tehát könnyű flörtök, hirtelen változások, de ezek mindig pozitív változások, jó? Mert a bot 8 lap azért mindig egy ilyen gyors változást is mindig pozitívat hoz, tehát kisebb kalandok, könnyű flörtök, azok várhatóak, és úgy általában elégedett leszel, de úgy hosszú távra nem érdemes ezt sem tervezni. Hogyha van párkapcsolatod, akkor inkább új élményekre számíthatsz, ha pedig egyedülálló vagy, akkor számíts arra, hogy itt csak felszínes, vagy hát nem is felszínes, de rövid távú kapcsolódások lehetnek, olyan ismerettségek, amik úgy általában elégedettséggel töltenek meg. Hát földjegyűek révén, ugye a földjegyűek amúgy sem szeretnek gyorsan belemenni a kapcsolatokban, tehát itt inkább kellemes ismerettségek és kellemes élmények várhatók a számodra. Nézzük a szűzjegyűeket, nekik mi a feladat az augusztus hónapra. Az uralkodónő, ami ugye egy várakozós lap, hiszen itt is a terhes hölgynek mi kell várni a megfelelő időt, hogy megszülethessen a baba. Tehát egy olyan időszak, amikor nagyon sok minden van már benned, nagyon sok mindent szeretnél csinálni, de az idő egy picit szűkös, tehát még ki kell várnod a megfelelő időt arra, hogy látszódjanak az eredmények. Tehát egy picit passzív lap, tehát nem feltétlenül tudsz kívül irányítgatni vagy cselekedni, jobb is, hogyha egy picit visszahúzódsz. Ami még fontos ugye az uralkodó nőnél, hogy próbáld meg a saját fizikai igényeidet kielégíteni, tehát figyelj oda a pihenésre, nagyon jó időszak ez a szabadságra, a nyaralásra, kikapcsolódásra.
És egyáltalán úgy általában jobban figyelj oda a testedre, nagyobb mértékben gondoskodj róla, figyelj arra, hogy mivel táplálod, és persze itt nem csak a táplálékra gondolok, hanem ugye az érzelmi táplálás is nagyon fontos. Tehát itt az öngondoskodás biztos, hogy nagy szerepet fog játszani, illetve próbáld meg így a női oldaladat inkább megélni. Jó, tehát ez egy fontos feladat lesz neked az augusztus hónapban. Mi várható, hogy általában az ördög, ami ugye egy picit nehezebb időszakot mutat, amikor bizonyos korlátokat fogsz megélni kívül, ez ugye passzol az uralkodó nőhöz, hiszen ugye pont azért nem tudsz előrelépni, mert lehetnek helyzetek, ahol most nem is tudsz előrelépni, tehát inkább azt fogod érezni, hogy nincsenek lehetőségek körülötted, vagy kicsit korlátozott minden úgy körülötted, úgy általában. És hát ami még nehézé teszi ezt az időszakot, hogy sok félelem, aggodalom jöhet elő, ezekre próbálj meg minél kevesebb energiát adni, tehát próbáld meg egy picit kevesebb időt foglalkozni a sok-sok aggodalommal, mert hogy ezek nem reálisak, csak ilyenkor az ember ugye hajlamos picit pessimistában látni a dolgokat, de ez nem feltétlenül lesz ez rossz, csak hát ugye amíg várakozol arra, hogy valami majd így kiteljesedjen, beérjen az életedbe, hogy eljöjjön a te időd, addig ugye az ember inkább a sötétebb dolgokat látja meg. De nem fog ez örökké tartani, csak hogy belül megélheted, hogy kicsit jobban aggódsz. Ugye a szűzjegy amúgy is sokkal többet aggodalmaskodik, mint a többi jegy. Úgyhogy nagyon figyelj oda, hogy időben mennyit szánsz erre az aggodalmakra. Próbálj meg minél kevesebbet. Hát a szerelemben nagyon szép dolgokat várhatsz. A botok hatós lapja, ami kijött, így látod egy nagyon szép kép, ahol csónakázik a férfi és egy nő. Tehát úgy általában egy nagyon kellemes időszakot élhetsz meg, és a botok hatos amúgy is az eredményekről szól, a sikerekről. Tehát mindaz, amire vártál a párkapcsolatban, az most nagyon szépen meg fog jelenni. Tehát ott biztos lehetsz benne, hogy egy kellemes időszak vár rád, nagyon pozitív élményekkel. Ha esetleg egyedülálló vagy, akkor is a bódhat azt ígéri, hogy amit már régóta szerettél volna, azok bizony összejönnek. Persze bot lap, és azért ezt ne felejtsük el, hogy ez nem a hosszú távú kapcsolatok lapja, tehát ebből még nem lehet tudni, hogyha valami összejön, az mennyire lesz tartós, de mindenképpen kell, és élményekre számíthatsz. És akkor jöjjön a harmadik földjegy, a bak jegy. A legfontosabb feladat a kart hatos, ami ugye egy változásról szól. Hát főleg ugye a gondolataidban érdemes más perspektívákat is megnézni, hiszen ott van szükség leginkább változásra, ami azért is nehéz, mert a bak jegy ugye az egy elég fix céltudatos jegy, és pontos elképzelései vannak a jövőről. Itt viszont majd szükséges lesz esetleg átértékelni a jövőbeli céljaidat, hiszen itt ugye egy utazást látunk. Egyébként nagyon jót tesz, ha sikerül most elutaznod, és esetleg, ha tudod, a szabadságot is próbáld meg augusztusra kivenni, mert hogy ugye a lap egy utazást is jelképez, és hát tudod, amikor új tájakat fedezünk föl, új élményeket szerzünk, akkor ugye könnyebben látunk más perspektívából. És a karthatos arról szól, hogy valami már megérett arra, hogy lezárt, és valami újba kéne kezdeni, de még nem látsz tisztán. És ezért nagyon jó, hogyha az ember ilyenkor ki tud kapcsolni, új élményeket szerez, más tájakon van, mert akkor máshogy rád rá a saját életére. Szóval összességében azért készülj arra, hogy le kell zárnod szépen lassan, nem kell sietni, régi, elavult dolgokat, és hát lassan el kell kezdeni, vagy legalábbis végig kell gondolni, inkább végig gondolni, hogy mi az, amit szeretnél helyette, mibe kezdenél bele. Amit hoz az augusztus, az a bot királynő, ami egy nagyon kis tüzes lap, és egyrészt jelenti, hogy kezedbe kerül az irányítás,
Tehát nagyon sok mindent, amit akarsz, ezt meg is tudsz valósítani. És egyébként a Botkirálynő egy virágzó időszakot jelképez, amikor nagyon sok minden sikerül, amit előtte elterveztél. Úgyhogy nagyon elégedett lehetsz, mert ez az augusztus hónap, valóban úgy fogod érezni, hogy ez a te időd. És hát a szerelembe is nagyon szép dolgokra várhatsz, mert a kehely lovaglap jött ki, ami ugye egy ilyen szerelmi együttlét másnapját mutatja a kártyán, ami mindenképpen azt mutatja, hogy a szerelemben új élményeket kaphatsz. Ha párkapcsolatban vagy, akkor biztos, hogy utazásra is számíthatsz, és nagyon szép és nagyon kellemes élményeket fogtok gyűjteni a pároddal. Ha pedig egyedülálló vagy, akkor mindenképp fogsz találkozni egy másik emberrel, akivel nagyon szép kalandot élhetsz át. Hát ugye a kehely lovag azért nem egy hosszú tartós párkapcsolat, tehát egy bakként, ezt tudom, egy kicsit ijesztő, de én mindenképpen azt mondom, hogy érdemes ezeket az élményeket akkor is begyűjtened, mert nagyon-nagyon sokat fog adni a lelkednek, és pont abban a változásban fog segíteni, ami vár rád. Úgyhogy nagyon szép időszak lesz ez a számodra. Köszönöm a figyelmeteket, és ha tetszett, akkor oszd meg másokkal, illetve érdemes benézni a Facebookra vagy az Instagram fiókomra, ahol szintén Tarósuttogó néven megtalálsz. Csoda szép augusztust! Sziasztok!